Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatómon. Ajkán vagyunk, az országjárásom keretében jöttem Ajkára, és találkozom a helyi szervezetünkkel, tagságunkkal, szimpatizánsainkkal. De előtte szeretnék sajtótájékoztatón beszámolni egy olyan problémáról, ami egy pattanásig feszült helyzetnek a kivetüléseit Magyarországon. Azt látjuk, hogy Magyarországon robbanásig feszült a helyzet, hogyha a munkaerőpiacot látjuk. Látjuk, hogy ebből az országból tömegével mennek el szakképzett emberek külföldre dolgozni, és azt is látjuk, hogy emiatt egy olyan helyzet állt be a magyar munkaerőpiacon, amit munkaerőhiánynak szoktak nevezni, vagyis arról van szó, hogy a Magyarországon dolgozó cégek egyszerűen nem találnak olyan embereket, akik dolgoznának ott és elvégeznék azt a munkát, amire szükség lenne. Azt látjuk ezzel kapcsolatban, hogy a magyar kormány egy rendkívül veszélyes útra lépett, és azt gondoljuk, hogy a magyar kormány nem folytathatja az álmokfutást, amit ezzel kapcsolatban múlt héten a sajtóban rendezett, és rá akarjuk kényszeríteni a magyar kormányt arra, hogy visszaforduljon erről a veszélyes útról. Ugyanis az történt, hogy amikor nyilvánvalóvá váltak a tények, vagyis az, hogy Magyarországon egyszerre van hatalmas kivándorlás, és mellette láthatóan abban gondolkodnak cégek, sőt már meg is teszik, hogy tőlünk rendszerint alacsonyabb bérszínvonalú országban hozzanak be vendégmunkásokat. A magyar kormánynak nem az volt a reakciója, hogy orvosolná az itteni munkaerőpiacnak a problémáit és megemelné a béreket, hanem gyakorlatilag jóvá hagyta azt a javaslatot, amely arról szólna, hogy Magyarországra tömegesen telepítenének be tőlünk jellemzően alacsonyabb bérszínvonalú országból érkező vendégmunkásokat. Azt gondoljuk, hogy ez a kijelentés, amit a magyar kormány felelős minisztere Varga Mihály ezzel kapcsolatban tett, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyrészt a kormány szövetséget kötött a nagy tőkével Magyarországon a dolgozó emberek béreinek a letörésére. Másrészt pedig azt is látjuk, hogy a kormány, amelynek az lenne a feladata, hogy a mi érdekeinket védje és a magyar polgárokért mindenhol kiálljon, gyakorlatilag elárulta a magyar dolgozó embereket. Ezt a lehet más a politika elfogadhatatlannak tartja. Magyarországon valóban az a helyzet, hogy tömegével mennek ki dolgozni emberek jellemzően tőlünk nyugatabbra fekvő országokba, viszont erre nem az a megoldás, hogy akkor ide hívunk olyan embereket, akik kevesebb bérrel is beérik, hanem az a megoldás, hogy megemeljük a béreket. A lehet más a politika egy 5 pontos akciótervet gyújt be a magyar dolgozók érdekében, és ezzel kívánjuk a kormányt rákényszeríteni arra, hogy visszaforduljon erről a veszélyes útról egyrészt, másrészt pedig ne sajtónyilatkozatok szintjén, hanem benne az országgyűlésben foglalkozzon azzal a problémával, amely most már kezd tragikus méreteket ölteni ebben az országban. 5 olyan pontot állítottunk össze, amely, hogyha meg tudna valósulni ebben az országban, akkor tömegével éreznék azt az emberek, hogy kicsit könnyebb az életük, és tömegével tudnánk azt érezni, hogy végre a magyar kormány és a magyar politikusok képesek megoldást adni a magyar emberek égető problémáira, amelyek közül az első számú probléma az a bér probléma. A lehet más a politika azt szorgalmazza az első pontban, hogy adómentes legyen a minimálbér, és ez a létminimum fölé kerüljön. Elfogadhatatlan az, hogy Magyarországon az adófizetőknek a fele gyakorlatilag létminimum alatt dolgozik, és azt is látjuk, hogy egész Európában rekord magasak azok az adó- és járulékterhek, amik Magyarországon működnek. Ezt csökkentenünk kell, ez így semmiképpen sem maradhat. Magyarországon, ha egy munkáltató egy munkavállalónak munkát ad, akkor ha 1 forintot ad a munkavállalónak, ugyanannyit be kell fizetni az államnak, ez a rendszer így nem működhet tovább. A második pontban azonnali és jelentős béremelést szorgalmazunk a közszférában. Az elmúlt években az volt a tapasztalat, hogy a közszférában végrehajtott béremelés az véggyűrűzött az egész gazdaságon. Azt gondoljuk, hogy nem maradhat tovább így a helyzet, gyakorlatilag 8. éve változatlan béreken dolgoznak azok az emberek, akik gyakorlatilag az állam feladatait hajtják végre, ezen változtatni kell. A harmadik pontban megnövelnénk a képzés és az átképzésnek a forrásait. Szégyen szemre 2010 óta 1/3-ára csökkentek az erre szánt pénzek. Mi azt gondoljuk, hogy ha valaminek van értelme, az a képzések és az átképzéseknek a segítése, illetve ezzel párhuzamosan a negyedik pontként ugye megemelnénk a szak- és felnőttképzési forrásokat is. Azt gondoljuk, hogy minden lehetséges módon segíteni kell a magyar embereknek ahhoz, hogy szakmát tanulhassanak. 5. pontként pedig a lakhatási támogatásokat kell megemlítenem, és a munkavállalóknak a mobilitásának a támogatását. A lehet más a politika azt javasolja, hogy indítsunk egy szerte az országban egy szociális bérlakás programot. Mi a zöld beruházási alapunkban, ami egy 70 milliárdos alap, erre meg is tettük a javaslatot. Nagyon elkeserítő azt látni, hogy ha lakhatásról van szó, akkor a kormány csak a társadalomnak egy nagyon szűk rétegét érintő megoldásban gondolkodik.
és a többiekre pedig apró pénzt költene csak. Ezt meg kell fordítani, szociális bérlakásokra van szükség, és arra van szükség, hogy a magyar dolgozók azok tisztességes béreket keressenek. Ezt az 5 pontos akciótervet nyújtjuk be a magyar parlamentnek, és azt szeretnénk elérni, hogy Varga Mihály és az összes többi felelős miniszter a kormányban ne abban gondolkodjon, hogy a magyar dolgozóknak a bérét hogyan lehet még jobban letörni, és hogyan lehet a feszítő munkaerőpiaci problémákat külföldről jövő vendégmunkásokkal megoldani, hanem abban kell gondolkodniuk, hogy hogyan lehet egy olyan költségvetést létrehozni, amelyben elsősorban, másodsorban és harmadik sorban is a dolgozó embereknek a jogos bérköveteléseit teljesíti a magyar kormány. Ez lenne az ő feladatuk ebben a helyzetben, nem pedig egy ilyen nagyon veszélyes útra tévedni, mint ahogy tették azt múlt héten, és azóta se tudtak egyébként megnyugtatóan cáfolatot adni a múlt heti kijelentéseikre.